Duna TV. Mondjál még egyszer ezt a dolgot, igen, hogy itt igen. volt a Duna TV. Hogy megismerték Józsi bácsit. Hogy fejezzem ki? Ami ilyen értesülésem nem történt soha, amikor megismertem a Duna Televíziónak a vezetőségét, és a Duna Televízió megismert. Így van, ismertek Józsi bácsit. Amikor vége volt egy szép műsor, mondjuk a magyar táncokról, a magyar népdal, és a magyar megemlékezése, te tudod? Így van. És ennek mikor vége lett, akkor szépen felvettek Józsi bácsinak egy nótáját. S melyik volt az a nóta? Mit ír a szerelem? De én nem ott kezdtem. Na, mondjál, hogy hogy kezdtem. Énekelj el, hogy hogy kezdtem. Úgy kezdtem, hogy mit ír a rózsafa, piros bimbó nélkül. Mit ír a rózsafa, piros bimbó nélkül. Tudod? Igen. Mit ír a szerelem, szívfájdalom nélkül. Szerelem, szerelem, átkozott szerelem. Szerelem, szerelem, átkozott szerelem. Miért nem termettél meg minden falevelem? És így nekem. Igen. Miért nem termettél meg minden falevelem? Minden falevelem, minden bokor alján. Minden falevelem, minden bokor alján. Szakíthatott volna róla minden szegény lejjel. Szakíthatott volna róla minden szegény lejjel. És akkor én abban nyugtattam, hogy de én azt hallottam jó galambom, hogy el akarsz hagyni. Azt hallottam jó galambom, hogy el akarsz hagyni. Velem egy faluba nem is akarsz lakni. Gondold meg hát jó galambom, elejét utolját. Gondold meg hát jó galambom, elejét utolját. Hogy kivel kötted be a két szemed világát? Mert nem kölcsön kenyér, hogy visszajadhassa. Mert nem kölcsön kenyér, hogy visszajadhassa. Se nem tiszta búza, hogy lejaradhassa. Tudd meg, hogy gyönyörűen elénekeltem a Duna TV-nek. Nagyon jó. Nagyon tetszett, nagyon köszönjük Kovács bácsi. Két hónap múlva igen. meg lehet tekinteni a Duna TV-t. Na, akkor nézze meg mindenki, mert ebből született a mi közös nótánk itt a csalafűbe hátul, a ház megett a kertbe. Igen. De mennyi nótát elénekeltünk? Bizony. Te még sok nótát még... Felvettem egy csomót, így van. Csak hát ez volt a kedvenc, mert azt mondta Józsi bácsi, hogy ebbe stimmol össze legjobban a hangunk. Emlékszik? De emlékszek, de arra te is emlékszel, hogy bármikor, ha leültünk ketten énekelni, hogy összevágott a hangunk. Bizony. És kívül Tatabányáról jött egy csapat. Filip Sándor, ha ismered. Igen. És meglátogatták Józsi bácsit? Ha? Mi? Este 7 órakor jöttek le utána. Hát, fel kellett menjek az iskolába. Hogy énekeljem. Hogy énekelje el Józsi bácsi, hozzám jönnek oda ismerősök, ismeretlenek, hogy adjon meg a Józsi bácsinak az elérhetőségét, mert amikor erre járnak, el akarnak jönni, hogy meghallgassák Józsi bácsit. Tudnak, hogy sokan volt. Hála a jó Istennek. Voltak sokan. Sokan. Voltak sokan időnk. Én nem tudom arról szó, hogy nagyon sok ismerős el fog jönni most augusztusban, most a Bírtalanra. Igen. Nem jöttek. Most nem itt jöttek. Nem jöttek. Akik jöttek,
engemet is vittek oda viselre, és aztán ott... Lótáztak. Jó, tudtam. Biztos, hogy... Mondom így annyi, hogy nem tudok táncolni, mert nem enged a lábom. De van, addig jól még énekelni tudok. Énekelni? Drága kicsiliám, de azért tudnak, hogy figyeled, hogy azért nem az a hang, ami volt ezelőtt 10-20 szeptember. Hát de mindannyiunk fölött telik az idő. Mit mondod, hogy hány éve találkoztunk először? 10? Kiszámolta, hogy... Én kiszámolom, 13. 13 éve. Kedves felesége sütött a fán. Meg mit mutatta nekünk az...